Ez itt egy darab műzli, a tenyeremben pedig 10 szemműzli látható. Ebben a vagány kis vidámekvédes poharamban pedig 100 darab műzli van. Ugyan, hogy mennyire hihetetlen, hogy egy ilyen kis pohárban elfér 100 műzli? Pedig tényleg annyi van benne, ugyanis megszámoltam. A most következő videómban pedig egy kárdot meg fogunk tölteni 10 000 műzlibe, és bele fogok feküdni. Ember! Felmerülhetne bennetek a kérdés, hogy de Robi, és honnan veszed, hogy biztosan meg lesz a 10 000 műzli, és nem mondjuk csak 2532 műzliben fogsz feküdni. A kérdés teljesen jogos, kiszámoltuk ezt, és lemértünk 100 darab műzlit, az volt 20 gram. Szóval, hogyha hatalmas nagy matematikai tudásunkkal tovább számoljuk ezt az egészet, akkor abból kiderül, hogy 1000 műzli az 200 gram, 10 000 műzli pedig 2000 gram, amely 2 kiló. Nekünk pedig van itt összesen 1 darab 625 grammos műzli, 2 darab, 3 darab, plusz a felbontott, amiből ezeket vettem ki, ez 375 gram, és így van összesen 2250 gram műzlink, szóval biztos, hogy megvan a 10 000 darab, sőt több is. Minden egyes műzli egy feliratkozót szimbolizál, szóval itt vagytok, szevasztok! De az a probléma, hogy jelenleg több műzli van itt, mint amennyi feliratkozó, szóval ha még nem iratkoztál volna fel erre a csatornán, mindenféleképpen tedd meg, de kezdjünk is bele a hadműveletbe, és akkor bele is helyezem az első műzlinket a kártba, most már csupán 9999 van hátra, sőt, beleszórom még ezt a maradék 10-et, biztos vagyok benne, hogy lesz olyan komment, hogy de Robi, Afrikában éheznek, és egy csomó afrikai család jól lakott volna ennyi műzliből. Hát ezek a tények igenis szomorúak, de abba gondoljatok bele, hogy bármi másra is elkölthettem volna ezt a pénzt, és akkor ugyanúgy nem lakott volna jól ez az afrikai család. Ne aggódjatok, minden egyes évben sokkal, de sokkal nagyobb összeget szoktam adományozni különböző szervezeteknek, mint amennyibe ezek a műzlik kerültek, csak ezek általában nem szoktak le lenni videózva, de majd lehetséges, hogy a közeljövőben ilyen videó is lesz. Na de kezdjünk is végre ebbe az egészbe bele, ugyanis nekem ez mindig is egy gyerekkori álmom volt, közben az egyik műzli szökni akar, de hát nem hagyjuk neki. Jöjjön is akkor az első fekvőzmény. Aha, de nem lett volna rossz ötlet jobban felnyitni ezt. Na de majd most. Ember, hogy néz ki már most ez az egész? Hát rendes olyan, mintha egy hatalmas nagy fürdőkádnyi műzlistálat csinálnék, és már most barna konkrétan a vízünk. Fú, de undorító lesz ez amúgy. Sajnálatos módon Nesztrinkkel fogjuk ezt megcsinálni, ugyanis másfajta műzlit nem találtam. Morzsoljuk el ezért egy könycseppet, pedig valljuk be sokkal költséghatékonyabb lett volna, de ne felejtsük el a 100 műzlinket. Szóval pörögjön ez is. Ó, hogy beleragadt a kornába. Jó! Az a durva amúgy, hogy kb. Ez a 100 műzli a kádunkban olyan volt, mintha egy óceánba raktam volna még egy kanálnyi vizet szinte. Na de bontsuk is ki a maradék műzlinket, ugyanis még bőven van. Micsoda kis ASMR kontások vannak itt. Tudom, hogy ezt kell fületeknek. Lehetséges, hogy baromira idegesítő volt, azért elnézést szeretnék kérni. Itt is van amúgy a dobozunkon rajta az ajánlott mennyiség, hogy ilyen 30 grammot fogyaszt egyszerre. Ez körülbelül 7 előkanál gabonabelynek felel meg. Hát na! Nem szórakozunk ilyen 30 grammokkal, mi kilóba játszunk egyszerre. Értitek, hogy milyenek vagyunk? Egyébként annyira brutálisan finom kakaó illat van már most, holott még csupán a legkisebb műzlinket öntöztük bele csupán a kárdunkba. Hát mi lesz itt, amikor már az összes benne van? Na de akkor pörögjön is a következő raskom. Ember! Konkrétan már most beletél a vízünknek a tetejét, és egyre sötétebb kezd lenni a fürdővízünk. Lehetséges amúgy, hogy ennek jó hatása van még a bőrre is. Ilyen kis kakaópakolás az eleknek, meg minden, tudjátok, így legyen. Na de jöjjön is akkor végre az utolsó kettő zacskó műzli. Na
Gyere csak utolsó zacskó, te is itt fogod végezni a kádamban? Még azért az összes morzsát is szórjunk, hogy még kakaósabb legyen a vízünk. És akkor meg is vagyunk a több mint 10 000 műzlivel a kádban. Annyira hihetetlen ez, kajakra több mint 10 000 műzli. Nem mondanának az ember amúgy róla. Brutális. Hát most konkrétan felemelek jelenleg több száz műzlit. Bele is pattanok, és rendes, annyira megnyugtató hangja van amúgy. Fú, de forró lett ez a víz. Annyira szokatlan, meg fura érzés, amikor így belépsz a sok műzli közé. Rendes, csikizni a talpadat meg minden, brutálisan jó. Mondanám, hogy mindenki próbálja ki ezt, de ne próbáljátok ki, ugyanis brutálisan a pocséglás az egész. Na de, egy jó kis videóért megéri. A nyűgöldést, ember! Hát ez brutálisan jó. Szerencse, hogy nem öntöttem még több vizet a kárt, ugyanis így is már majdnem a sok műzli kifut belőle. Hát itt vagytok, kisrácok. Szevasztok! Nagy szerencse, hogy még nincs meg itt a 100 000 feliratkozó, és akkor mit csináltuk volna? Nem férnék el a kárba tőletek. Azért látjátok, ilyenek vagyunk a feliratkozóimmal, közösen itt fürdözgetünk, meg minden. Hozzá tudnék azért elszokni. Várjátok, hoztam egyébként egy evőkanalat, bármennyire is kandibál ez, de hát na, fürdünk benne, meg közben így műzlizgetünk, így kell élni, tudjátok. És most semmi kannibalizmus nincsen, ugyanis még olyan műzli embereket eszek meg, akik nincsenek feliratkozva, ugyanis több mint 12 000 műzli van kb. A kárban. Hozzá tudnék ezt tényleg szokni. És ez lenne a vasárnapi programom mostantól kezdve mindig. Jót tesz a bőrnek. Várjatok, mert ez nem volt jó ötlet. Mert jót tesz a testnek is. A kis kakaópakolás. De tényleg brutálisan ellazítom úgy ez. Itt rendes, még elbírnék aludni is. Hát mennyire jó már. Gondoltam, hogy jó lesz, de azt, hogy ennyire, azt egyáltalán nem. És az is egyébként olyan fura érzés, amikor így kidugom a lábujjamat. És végig csikizi több száz műzli. Na de, nem csak ilyen lightiba együnk, hogyha már toljuk a kreatét, akkor toljuk fullba, nem srácok? Sosem szabad fullba nyomni a kreatét. Vízzel nem a legjobb elmű műzli. Majd máskor, random, szerzünk még több száz liter tejet is, tudjátok. Hogy kivakszoljuk ezt az egészet, bármi így belegondolva, tejben is brutálisan magán lehetne fürdeni, de ne adjatok nekem ötleteket, mert ki tudja, hogy még ezen az új csatornán milyen állatságot fogunk itt a végén megcsinálni. Erről van szó. Nyomatok itt magamra közben egy kis kakaós műzli pakolást is, tudjátok. Jót tesznek a hajhagymáknak meg minden. Most amúgy szerintem belementek még a fülembe is a kis műzli darabok, meg nem hallok semmit sem. Ez az élet, srácok. Rég voltam egyébként ennyire ellazulva. Teljesen egyé válok a gondolataimmal. Itt köztetek, a kakaómámor kellős közepén. Sőt, tudjátok, mit teljesen le kéne merülnöm. Na az mennyire beteg lenne? Na ez nem volt a legeslegjobb ötlet. Nem akarom megmutatni nektek, mert brutálisan undorító, de konkrétan ilyen barnál cuccot fújok ki az orromból. És akkor indul is a hatalmas nagy műzli cunami. Fú, mennyit kell majd ezek után takarítani. Így, most jut eszembe, hogy valahogy ezeket a műzliket majd ki is kéne szedni innen. Hát az majd még egy jó pár program lesz.
Mondjátok meg, hogy nem mindenki vágy ez, hogy pancsoljon műzliben. A komment szekcióba jöhet mindenféleképpen le, hogy ti kipróbálnátok ezt, hogyha lenne lehetőségetek rá. Szerintem az emberek döntő többsége igen, de azt a lehetőség meg fog lepődni a végeredményen. Már jó pár 10 perce itt fekszek a kádban, és brutálisan meleg vizet engedtem, ezért eléggé felhevültem, szerintem látszik is a testemen, de akkor is rettentően komoly, hogy olyan, mintha kakóban fülöttem volna konkrétan, és az a még a legeslegdurvább, hogy valamilyen szinten, minthogyha a kakaós ízben egy kicsit így sós is lett volna a víz, és mivel itt a kakaóban fürdök konkrétan, nem ereződött be annyira a bőröm, és full ki van simulva meg minden, szóval el is érkezett szerintem a kis kakaós ember. Hát minden honnan konkrétan műzli darabok jönnek ki. Szóval el is érkezett a kis kakaós fürdésemnek a vége, ami azért eléggé feltöltött engem, és ilyen volt, de hát most jön a rossz rész még hozzá az, hogy ki kell szednünk ezt a több kilónyi műzlit. Jaj, de szuper! Hát itt leszek még egy darabig, az biztos, és el fog ezt tartani még akár egy óráig is. Időközben már lezvanyoztam, és még mindig brutálisan kakaóindatú vagyok, sőt szerintem napokig még az leszek. Megmutatom nektek, hogy konkrétan így néz ki a pólóm, amit levettem, és amit összegyűjtünk, az se a leggusztusosabb, de hát az a lényeg, hogy finom. Én köszönöm szépen a figyelmet, hogyha még szeretnétek ilyen állatságokat látni, akkor mindenféleképp iratkozzatok fel a csatornámra. Én Elek Róbert vagyok, majd hamarosan találkozunk, addig is, szevasztok!